Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. A mai műsorban egyik egykori kolléganőnket, a TV2 műsorvezetőjét köszönthetem. Sok szeretettel köszöntelek itt a műsorban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szentpéteri Eszter a vendégünk. Én is köszönöm szépen, és nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nézőket is. Igen, nem olyan rég volt, bár most próbáltuk felidézni, hát nem is ma volt, de nagyon köszönöm a meghívást, mert egy őrületes élmény itt lenni köztetek újra. Hát igen, én úgy fogalmaztam meg magamnak, mielőtt jöttél, hogy 1000 évvel ezelőtt, de hát igazából azért ez hát olyan 22, ugye? Igen. Amikor te elkezdted. Picit egy gondolat erejéig beszélgessünk erről, hogy te akkor hogy érezted magad, de ne fussunk annyira előre, mert szeretnék majd így az életeden egy picit portré jelleggel végigmenni, de hogy akkor hogy érezted magad itt nálunk abban a pár évben? Nagyon-nagyon jól. Egyrészt nem egy könnyű időszakba kerültem, az életemnek nem egy könnyű időszakába kerültem be a Fehérvár TV csapatába, tehát nekem eleve nagyon fontos volt, hogy tudjak dolgozni minden szempontból, hogy az önbecsülésem helyre kerüljön, hogy anyagilag helyre kerüljek, tehát hogy legyen egy stabilitás körülöttem, és egy hihetetlen csapatot ismertem meg, és nekem volt egy olyan őrült szerencsém, hogy én ugye 95-ben kezdtem tévézni az MTV-ben, még a régi Szabadságtéren, és nekem így valahogy ment, egy ilyen kitaposott úton ment az életem, és nem jártam végig azokat a lépcsőket, amiket itt, Székesfehérváron végig tudtam járni. Tehát, hogy itt az volt a jó, hogy amellett, hogy kaptam egy nagy feladatot a Fehérvár TV-ben, amellett, ugye, és most értsd jól, a vidéki televíziók mindenkit majdnem mindenre használnak, és ez nagyon-nagyon jó. Mert először olyan furcsán néztem, hogy ki kell mennem akkor a mikrofonnal az utcára, tényleg, és most akkor mi lesz velem? És olyan jó volt, hogy kicsit megtanultam vágni Solti Évától. Nagyon sokat ültem ott mellette. Kicsit megtanultam Dezső Pistától még a kérdezést, hogy az utca emberével hogy tudsz beszélgetni. Mi az, ami fontos, hogy tudsz hangot találni. Szóval az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy 95-ben kezdtem tévézni, és 2000-ben kerültem ide, annak ellenére én itt 5 évvel később tanultam meg olyan dolgokat, amiket lehet, meg kellett volna tanulnom egyébként az MTV-ben, de hát mivel nem tanultam meg egyszer, csak azért az élet úgy hozza, hogy akkor tessék itt van, és akkor most küzdjél ezzel. Ezt csak azért is tudom aláírni, amit mondasz, mert emlékszem, hogy én 2002-ben kerültem ide, és ugye, hát engem is ugye Dezső Pista tanított, meg még Györfi tanár úr ugye itt a Kodolányin, és én emlékszem, hogy amikor gyakorlatra kellett jönni, akkor hát gyakorlati helyet kellett választani, akkor filóztam ezen, hogy akkor most a Fehérvár TV-be, vagy hova. A Dezső Pista nyilván mondta, hogy ő bármikor behoz ide és bemutat, és akkor elintézi, hogy legyen egy gyakorlati hely, de hát mondom, ha én nekem van egy ilyen ismerősöm, hogy Azurák Csaba, mert hogy akkoriban mi is ismerősök baráti körből együtt jöttünk, akkor, és ő még csak egy ilyen riporter volt, tehát még a Naplóban ugye akkor kezdte szerintem a szárnyát bontogatni talán egy pár évvel korábban, és ő azt mondta nekem, hogy ne gyere fel országos tévéhez, mert itt a táskákat fogod hurcolászni mások után, meg kávét fogsz főzni, hanem tanuld meg a szakmát Fehérváron, mert ott minden csinyát, bínyát megtalálod, és valószínűleg így is volt, hogy nyilván, hogyha egy országos tévéhez fölvesznek valakit műsorvezetőnek, mert ő arra termett, akkor ott ő gondolom csak azt csinálja, vagy erősíts meg. Hát vagy hogyha ebben. Jó hely, hát igen, igen, vagy ha jó helyen, vagy jó időben jelent. Tehát nekem egy ilyen nagyon fura történet volt, mert ugye én egész kicsi koromtól, ha megkérdeztek engem, akkor én 4 évesen azt mondtam, hogy és mi leszel, ha nagy leszel, Eszterke? Hát én színész vagy tévébemondó. Mondtam ezt Miskolcon, mindenki nevetett rajtam. Annyira nem, mert azért ezt színész körben mondtam, ugye édesanyám színész volt Miskolcon, de hogy én azt hittem, hogy egyébként hogy mindenkinek ez a foglalkozása, úgyhogy én nem nagyon bonyolítottam túl, de anyukámnak is mindig mondtam, hogy miért nem ír a televíziónak, hogy ő szeretne bemondó lenni, mert hogy ő tök alkalmas lenne erre ilyen pici gyerekként, és anyu mondta mindig, hogy kislányom, ez nem így működik, hogy írsz egy levelet, és akkor én szeretnék oda jelentkezni, és mondtam, hogy de, ez így működik, és nem írta meg soha ezt a levelet. És én viszont így kerültem be a tévébe, hogy én akkor szinkron színész voltam, anyu kollégájával, a Rudas Pistával, vártunk kint a büfében, és
És nagyon vicces volt, mert így fölnézett, és mondta, hogy na hát, úgy szeretnék néha látni egy fiatal bemondót is. És akkor mondtam, hogy hát mondom, én meg imádom a Kertész Zsuzsit, éppen ő volt a képernyőn. És mondta, hogy pedig biztos, hogy fognak keresni fiatalabb generációt is, akiket ők meg tudnak tanítani. Hát és mondtam, hogy figyelj, én nem tudom, hogy ez hogy van, de mondom, hogy férkőzzek oda szerinted. Menj haza és írj egy levelet. És akkor így, hát így végigfutott. Én egyébként is kicsit ilyen spirituális vagyok, és azt gondolom, hogy véletlenek nincsenek, de hogy pont az anyu egykori kollégájától jött vissza ez a mondat, én azonnal megírtam kézzel, és akkor még csak a Suters fotó volt, ahogy elmentem, és mondtam, hogy egy idáig érő képet szeretnék. Mondták, hogy ezt portréképnek hívják, mondom, nekem mindegy, mi a neve. Azt csinálják meg, és valami szép ruha van rajtam, az is látszódjon, és akkor én azt a tévébe fogom beküldeni, hogy én ott akarok dolgozni. Hát a nő az úgy nézett rám, hogy jó, oké, nő megcsinálja, majd lesz valami. És ebből adódóan, tehát igen, én akkor bemondónak jelentkeztem. És felvételiztettek ősszel, és én következő év, tehát ez 94 őszén volt, amikor már be is hívtak, 94 tavaszán jelentkeztem, 94 nyarán megkaptam a levelet, amit nem hittem el, hogy válaszoltak. És őszére be voltam hívva felvételire, és 95 május 5-én volt azt hiszem anyák napja abban az évben, és anyák napján voltam először adásban. Tehát, hogy ez is ilyen, ilyen nagyon szép dolog. Nekem anyukám nagyon fiatal gyerekkoromban, 13 és fél éves koromban elment, és annak ellenére, hogy elment, annak ellenére úgy terelgeti onnan fentről az életemet, én ebben is hiszek, mert hogy ezek megint csak olyan jelek. De onnantól kezdve, tehát nekem a bemondói munka volt, nem voltam riporter, utána jöttek műsorok, amik már így örökzöldek, ami most nem olyan rég ment, és így néztük, hogy atyóristen, 26 éves vagyok, tehát így én most 50 leszek nyáron, és nézem a 26 éves Esztert, tehát hogy így tényleg szinte alig ismerem meg magam. Úgyhogy igen, meg autós magazint, de hogy ott nem tudtam már visszalépni és tanulni. Biztos, hogy ha akartam volna, akkor lehetett volna. Illetve volt ott is, hogy kijártam stábbal, de az meg egy nagyon más műfaj volt, az a kriminálisnak a stábjával jártam ki, amíg nem kezdődtek el a legdurvább dolgok így a világban, mert hogy az ilyen nagyon nagy izgalom volt. Csak hát ez nem egy családbarát történet, hogy ilyen kettőkor kapsz egy telefont, és hát bocs, akkor én megyek, kapok egy golyóálló mellényt, és megyek a 11 akciócsoportossal. Úgyhogy ilyen őrületekben benne voltam. De amit itt Fehérváron megtanultam, az tényleg a szakma alapja, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, de tényleg. No, egy picit menjünk vissza a 4 éves korodra, mert azt tudom, hogy verseket nagyon szépen olvastál már akkor is. Hogy onnan hogy vezetett az utad még így az iskolából? Mert tehát valahogy eljutottál a színművészeti főiskolára. Igen, igen. Hát eléggé kanyargósan, tehát ez is fura volt, mert ugye Miskolcon zajlott a gyerekkorom, tényleg már általános iskolában a versmondás, a városi, nem, megyei, nem tudom milyen szavaló versenyek, és ez ilyen teljesen természetes volt, hogy akkor Eszter megy. Ezzel én nagyon hamar rájöttem, elég rafkós gyerek voltam, hogy a fegyelmezetlenségeimet is tudom enyhíteni és tompítani. Tehát sokat ültem az igazgató iroda előtt, és a tanárok mindig azt kérdezték, hogy valami baj történt, vagy versmondó verseny. Ez a két variáció. De mit tudtál csinálni? Kidobtam a kukát, csak nem volt nyitva az ablak. Tehát, én elég rossz gyerek voltam. Tehát én fiúnak várt édesanyám, úgyhogy Balázsként föl is köszöntött februárban. Még a pocakjában voltam. És én ezt hoztam is, ezt a fiús. Én fiúkkal játszottam, motoroztam, fáramáztam, mindent csináltam. Egy ilyen igazi örökmozgó, és fegyelmezetlen, és visszadumáltam, és nem tudom. De emellett meg volt bennem valami, ami így a finomságra, a nőiességre hajazott, és én ezt a versekben tudtam kiélni. És akkor valahogy az általánosba elkezdődött, és folytatódott az egészségügyi szakközépiskolába is, mert hogy én valószínűleg anyu elvesztése is benne volt, de hogy én akartam egy szakmát, és én általánosból mindenki könyörgése ellenére én az egészségügyi szakközepet választottam. Ahonnan persze el akartam jönni, amikor először kitettek minket a kórházba gyakorlatra, de nagyapámmal, anyai nagyapámmal nőttem föl, aki azt mondta, hogy te választottad, és ezt most végig fogod csinálni, mert ilyen nincs, hogy most akkor
Bocs, de nem tetszik. Amikor választottad, akkor mit gondoltál, hogy mi lesz belőled aztán, ha elvégzed az iskolát? Azt gondoltam, hogy hát, ha még lesz gyerekorvos esetleg, hogyha esetleg bírok tanulni. De aztán erről nagyon hamar lemondtam, mondtam, hogy nem, ezt biztos, hogy nem. Akkor utána jött, hogy a védőnő, tehát valahol a pici gyerekekhez akartam kötődni. És védőnő, szülésznő, ez még úgy mozgatott. Aztán utána történtek olyan dolgok, és tényleg megvan, hogy nekünk bejött az ápolás lélektan szakmai tantárgyként, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, mert hogy tényleg egy ilyen kicsit ilyen pszichológiai indítatású tantárgy, de mi voltunk az első évfolyam, akiknek ezt tanították. És akkor én gondoltam, amikor tényleg ott voltunk a betegágynál, a krónikus belgyógyászaton, ahol tényleg azok a betegek vannak, akik már valószínűleg nem fognak onnan hazamenni, és az életüket próbálják elmesélni neked. És volt egy bácsi, aki mondta, hogy maga a földre szállt angyal, hát ott álltam egy ilyen fehér ruhában, meg fityulában, meg nem tudom. És édes volt, és hallgattam őt, és hát ki voltak a nővérek. De olyan szinten, hogy üvöltöttek velem is, meg az osztálytársaimmal is, hogy erre értem valahol, nekik nincs kapacitás, hogy le tudjanak ülni a betegek mellé. De én megmondtam, és itt volt a lázadásom nekem már, akkor is megnyilvánult, hogy én ezt tanulom, hogy igenis a betegeknek van lelke, és az ápolás lélektan, az pont arról szól, hogy nem csak a testet gyógyítjuk, hanem támogatjuk lelkileg is a betegeket. Hát és mondták, hogy na jó, erre nincs idő, és akkor mondtam, hogy jó, akkor viszont én egészségügyben nem tudok így dolgozni, hogy erre nincs idő, és majd esetleg egy másik életemben fogok dolgozni az egészségügyben, amikor már lesz idő erre. És a mai napig azt gondolom, hogy egyébként a betegségek azok onnan, tehát pszichoszomatikusak, csináljuk magunknak, meg is tudjuk akadályozni, és igenis, hogyha valakit támogatunk, akkor tudunk neki segíteni, hogy valahogy könnyebben kilábaljon abból a betegségből. Elsősorban magunkon tudunk, nagyon fontos dolognak tartom az ápolás lélektant. Na, úgyhogy itt megdőlt a történet, hogy akkor én ezt egészségügyi pályát azt úgy felejtem el, ahogy van, illetve nem, mert egy csomó mindent megtanultam, és olyan jó volt, hogy ugye én nagyon fiatalon lettem édesanya, és így is egy hónapig én nem mertem, úgyhogy apuka fürdette a gyereket, mert mondtam, hogy az olyan kicsi, hogy nem, 3,5 kilós volt, tehát semmi, nem volt kicsi. És előtte, utolsó évben mi csap alatt fürdettük a gyerekegészségügyi központban a Miskolci gyekbe a 5-7-es gyerekeket. Meg nem fordult a fejembe, hogy bármi bajuk lehet. Az enyémet azt, mondom, amíg nem esik le a köldök csonk, addig nem, leesett. Hát mondom, én mindig kicsi, úgyhogy mondom, összetörik a kádba. Úgyhogy, de utána azért, amikor először lázas lett, 9 hónaposan, akkor már nem az volt, hogy atya úristen, hova forduljak, mit csináljak, hanem tudtam, hogy mi a hűtőfürdő, mi a priznéc, mi az a láz, amikor csökkenteni kell a lázat. Tehát, hogy visszajöttek ezek a dolgok, és a mai napig egyébként ilyen tök jó, hogy tudom hasznosítani, amit akkor ott megtanultam. Majd egy kicsit később csak így zárójelben jegyzem meg, hogy azért az egészségügy visszajött valamilyen szinten azért a te életedbe. Igen, tehát igen. Akkor, amit az előbb mondtál, hogy azért vannak ilyen visszakapcsolódások, azért az itt is megvan, valamilyen szinten. Majd erről fogunk beszélni még, de akkor hogy jött a színészet? Úgy, hogy közben én mondtam verset az egészségügyi szakközépiskolában is, és akkor hát persze föltették a kérdést, ugye akkor még negyedikbe, most már a 12. évfolyamban, hogy akkor hova szeretnél, vagy 11-be, 3-ba, vagy hova szeretnél menni, és mondtam, hogy hát hova, hát mondom a színművészetire, mert... És így néztek rám, hogy de ez a Miskolci Korányi Sándor egészségügyi szakközép. Mondom, és akkor mi van? Mondom, megtanulom azt a 15 verset, végül is szerintem annyit tudok is. Viszek valami novellát, azt nem annyira szeretem, hát a dalt meg a tavaszi szélvizet áraszt, azt is vittem. És akkor mondtam, hogy akkor én fölmegyek, és akkor majd, hát vagy felvesznek, vagy nem, de szerintem fölfognak. És én így mentem föl. És föl is vettek rögtön? Fölvettek rögtön, de annyira vicces volt, mert hogy fölmentem, és még így az első, a Komárom Éva, aki egy nagyon-nagyon híres díva színésznő volt Miskolcon, ő készített föl, nagyon jóba volt édesanyámmal, és én hozzá elmentem az első felvételi előtt, hogy hallgassa már meg a verseimet, amiből igazából a József Attila kései siratóját mondtam el, amit sokkot kaptak tőle, hogy azt miért hoztam azt a verset, de jó, akkor mondjam el, és nem tudtak megszakítani. Tehát mind a 3 fordulóba végig mondtam azt a verset, és így néztek rám, hogy atya úristen, ki ez?
Én imádom azt a verset, nagyon-nagyon szeretem. Tudom, hogy férfi vers. Tudom, hogy Latinovics mondta. Nem érdekel. Tehát, hogy önálló estemben is benne volt egyébként ez a vers, és a legnagyobb dicséretet azt a Pintér Tamás oroszlántól, az egykori kaszkadőr tanáromtól kaptam, aki könnyes szemmel átadott egy virágcsokrot, és azt mondta, hogy hát tériszonyos, én nem tudtam, hogy te így tudsz verset mondani, mert én voltam a tériszonyos az óráján, nem én. Tehát én tényleg ilyen mozgáskultúrám az nem annyira van, de valahogy jött ez, hogy leérettségiztem, vagy érettségi közben még az első forduló azt biztos megvolt, talán a második, nem tudom, de valahogy vagy már úgy érettségiztem, hogy már felvettek, talán meg is volt mind a három forduló a felvételiből. Megvolt már mind a három, mert fizikából például nem annyira értettem az érettségi feladatokat, és akkor mondta a tanár, hogy ezen nem fog múlni, ezt elmagyarázza, hol voltam az órám, nem tudom. Tehát volt egy olyan feladat, amit nem annyira értettem fizikából, ezek nem voltak ilyen erős tantárgyaim. De igen, mert akkor felvettek a főiskola, akkor még főiskola volt, ugye színház és filmművészeti főiskola, akkor még nem volt egyetemi szintű. És valahogy úgy hihetetlen volt, mert egyébként a tanárok is mondták, hogy vigyem be az igazgatónk, például mondta, hogy vigyem be a papírt, az igazolást, hogy felvettek. Mondom, na arra ugyan nekem nem fontos, hogy maga elhiggye, hogy engem felvettek. Tehát én biztos nem viszek erről a papírt, mert ugye a csapatrádióba be akarja mondani. Hát mondom, ne mondja be. És vicces, mert az iskolámba ki vagyok téve, hogy mint büszkeség, alig várták, hogy elmenjek onnan. Bár most az jött vissza, hogy a mi csínytevéseink azok kutyafülék voltak ahhoz képest, amik most mennek. Mondtam, hogy akkor nem tudom, milyen helyzet lehet, de biztos nagyon rossz. Úgyhogy én nekem onnan ilyen egyenes utam volt, és ilyen fura volt, hogy az első felvételinél emlékszem, hogy voltunk 26-an, és én 13. rajtszámmal indultam, és mindenki mondta, hogy úristen, 13. Az az én szerencse számom, tehát mi baj van azzal? És felolvastak két nevet, egy fiú nevét, meg az enyémet. És mind a ketten felálltunk, és kimentünk. És mondták, hogy nem, a többieknek köszönjük. Tehát, hogy ilyen szintű rostavizsga volt, hogy és akkor fogtam fel, hogy atya világ, mondom, ennek tétje van, itt most muszáj valamit csinálni, akkor még elmegyek a Komárom Évához, meg meg kéne tanulni valami dalt, de képtelen voltam rá, úgyhogy a tavaszi szél vizet áraszt, és érdekes, hogy emlékeztek rá nagyon sokan, hogy ezt annyira szívhez szólóan énekeltem, hogy ők nem is hallották még senkitől úgy, hát mondom, mert csak azt tudtam. De így láttam, hogy jöttek emberek ilyen cipővel, opera részlettel, úristen, mondom, hát lehet, hogy mégiscsak most érzem, hogy ez a Miskolcról biztos, hogy te oda akarsz felvételizni. De valahol meg valamit biztos, hogy láttak bennem, hogy én így tudtam, hogy ez az utam, illetve érdekes, mert azért nem teljesen az volt az utam. Tehát, hogy nekem édesanyám gyerekkoromban csak azt mondta, soha nem álltam a színpadra gyerekszínészként. Soha. Úgy, hogy az összes barátnőm, tehát akkor a Blaskó Péter Miskolcon volt, és a Bori, aki ma táncművész, végigjátszotta az összes olyan előadást, amiben volt gyerekszereplő. Én sírva könyörögtem otthon, hogy csak egyszer könyörgöm. Nem, mert megfertőződöm. De már én mondtam, rég megfertőződtem. És mondta, hogy nem, higgyem el, hogy nem az én lelkemnek való, nem egy hálás történet, nem lehet belőle normálisan megélni, felejtsem el, ne legyek színész. És addig-addig forgatott engem az élet, hogy végül is nem lettem tulajdonképp, mert én magát a főiskolát is félbehagytam. Tehát, hogy ez ugye elkezdődött nekem 90-ben, amikor fölvettek a főiskolára, én ott voltam néhány hónapot, majd hát éreztem, hogy valami nem stimmel, de hát ugye akkor még nem sikerült leszaladni a sarki kis drogériába, hogy az ember nézzen egy terhességi tesztet, és akkor vártam még pár hetet, hát addigra már pont 9-7-es volt a kisfiam a hasamba, úgyhogy elkezdtem, és ő 91 májusában, május végén, május 27-én megszületett. És akkor 4 hónapos volt, hogy újra kellett volna mennem a kapás horvai osztályba, ugye Zsámbéki Gábor vett föl 90-ben, 91-ben kapás és horvai indított osztályt. Az egy nagyon jó osztály volt. Tehát az a tényleg a Sejúci, Berni, Gregor Berni. Tehát az tényleg egy kemény, erős osztály volt.
4 hónapos gyereket mondtam, hogy én nem adok be. Tehát ott azért reggel 8-tól éjfélig bent vagy. És ha még fölkér egy rendező vizsga előadásra, akkor éjjel 3-ig. Nem tudsz úgy gyereket nevelni. És még egy évvel később is nagyon nehéz volt, amikor majdnem másfél éves volt a gyerek, ugye 92-ben, és akkor szeptemberben újra kezdtem Kerényi Imrénél. Hát ez nem szerettük egymást. Nagyon enyhén fogalmazott. De másfél évig azért próbálkoztunk, hogy hát ha valami pozitívat felfedezünk egymásban, nem sikerült. Úgyhogy utána lettem szinkronszínész. Az hogy jött? Az úgy jött, hogy én nagyon szerettem volna szinkronizálni. Nagyon-nagyon szerettem volna. És akkor valahogy bementem a Pannonia filmstúdióba, ami a Hűvösvölgyi úton van, még mindig ott van az épület. És hát emlékszem, hogy én mondtam, hogy én másodéves főiskolás vagyok, és hogy jönnék dolgozni. És ennyi volt a válasz a Németh Tamás gyártásvezetőt. Másodévesek nem szinkronizálhatnak. Hát mondom, akkor nem vagyok már másodéves, mert igazából egy hete már nem vagyok az. És akkor de jönnék dolgozni. És mondta, hogy jó, akkor próbáljuk meg. És akkor pont a Kalambót szinkronizálták, és dolgoztak rajta. És annyi volt a mondatom, életemben nem fogom elfelejteni, Dr. Brown-t várják az ötös műtőben. Na, ezt het egyszerre sikerült elmondanom, úgyhogy, mert soha nem akkor léptem be. Tehát, hogy nem egyszerű szakma a szinkronszínészet. És a Kosztola Tibor volt a szinkronrendező, és aztán mondta, hogy Isten, ez ki, akit bénázik a mikrofon előtt. De aztán valahogy nem tudom miért hívtak, és akkor belejöttem. És azt jó sokáig csináltam, tehát ezt még párhuzamosan a tévé mellett is. Csak hát ez is egy olyan szakma, hogyha egy párszor lemondasz diszponálásokat, akkor már, ha nem tudnak rád számítani, akkor nem hívnak. És akkor 95-ben jött a 95-ben jött a Magyar Televízió, igen, a Nagy Álom, és akkor az tartott igazából ilyen 98-ig. Hát ott azért külsős munkatársa voltam a Magyar Tévének, és ott volt egy olyan időszak, hogy nem értettük, de eltelt 1-2 hónap, és végülis 8 hónap, hogy nem kaptunk fizetést, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én meg tovább ezt így nem tudom csinálni, hogy ott vagyok az újság címlapján, és közben meg azt sem tudom, hogy miből leszünk, tehát hogy meg hogy meddig van lakás a fejünk fölött. Úgyhogy mondtam, hogy akkor én inkább elmegyek, mert a nézőnek ehhez semmi köze, hogy én rosszul vagyok, és bizonytalanságban vagyok, és egy idő után úgysem tudom azt megcsinálni, hogy ne látszon ez rajtam. Úgyhogy akkor váltottam. És a tévét, meg a gyermeket, azt hogy tudtad összeegyeztetni? Ő nagyon sokat volt velem. Neki olyan elédes, mert most 31 éves már a fiam, és még mindig emlékszik, hogy és olyan jó volt páternoszterezni ott a Szabadság téren. És tényleg ő elvette az én belépőmet, tehát én onnantól kezdve soha többet se kis ebbe a programról, és ő végigjárta, rendelt a büfébe, és bejárta azokat a kis szögleteket is, ahol én soha nem voltam, és mindig mesélt, hogy és képzeld el, a pincébe is voltam, és ott ilyen van, úristen mondom, én itt dolgozom, de én még ott nem jártam. Ő nagyon szerette ezt egyébként. Akkor szerette, hogyha ott volt velem. Egyébként meg vicces volt, mert mindig mondták a óvodástársai, iskolástársai, hogy jaj, láttuk anyukát ott a tévébe, tehát hogy ez egy ilyen, biztos, hogy nálad is, nekünk tévéseknek ez ilyen fura, mert mi több természetesen kezeljük, de mások meg nem. És akkor mondta a kisfiam, hogy hát igen, mert nem volt otthon, mert dolgozott. És így nem tudtunk elmenni kirándulni. Tehát azért volt egy ilyen oldala is, hogy ugye fiatalként mindig hétvégén reggel dolgoztam, és akkor sokszor a családi programok rovására ment. De hát ezt meg kellett emészteni mindenkinek. És akkor ide költöztetek Székesfehérvárra, ugye akkor 2000 igen, körül. Igen, akkor én tényleg annyira el voltam keseredve ettől, hogy történhet meg ilyen, és hogy hagyhat cserbe az az intézmény, amit én szerettem, hogy így mindenből elegem lett. A dugókból, a nem tudom, és akkor pont Dénes mondta, elköltözünk Dugó Pestről, de jó. Ez ennyi volt. És fogtam, és mondom, Fehérvár az, semmilyen kötődésem nem volt Fehérvárhoz. És Fehérvár, ugye Balatonra jártunk le, akkor beugrottunk a Fehérvárra, tehát úgy tudtam, hogy van, és hogy gyönyörű, és történelmi, és nem tudom. És valami olyan csoda volt ide költözni, a fiamon is tudtam mérni a dolgokat, aki azt mondta, hogy egyedül akarok iskolába menni. Jó, menjél egyedül, de kikísérlek a buszmegállóba.
És így láttam, hogy ilyen furán néz rám, hogy szállt fel a buszra, és valami történt. És mondom, délután, amikor jött haza az iskolából, akkor kérdeztem, hogy mi volt az, amit én láttam reggel az arcon. És mondta, hogy képzeld el, biztos összekevert a busz vezető bácsi engem valakivel, meg köszönt. Mondtam, jó. És utána hozzászokott ehhez, hogy itt teljesen másképp élnek az emberek. Ő ugye Miskolcra született, de hát másfél éves volt, hogy eljöttünk, úgyhogy ő nem tudta a kisvárosok, meg hát Miskolc nem is talán ennyire személyes, de hogy nem tudta ezt, hogy milyen egy kisváros. És hogy itt ezeket a csodákat megélni, ezek nagyon jók voltak. Meg amit meséltem itt mielőtt bekapcsolódtak a kamerák, hogy a belvárosnak ez a gyönyörű része. Mi először itt éltünk a Romkert mellett, és olyan jó volt, hogy nem kellett autó, mert lesétáltunk, és besétáltunk az országalmához, és én ezt a Fehérvárt, ez hiányzik, mert ebből töltődni lehet. Tehát ez valami olyan hihetetlen, pozitív. Pont amikor az előbb beszélgettünk még az adás előtt, akkor említettük, hogy Görkorival jártál farmer rövidnadrágban dolgozni, és mindenki ezen mosolygott jókat. De hogy ez nekünk egy ilyen jó pofa dolog volt, tehát hogy ahhoz képest, hogy mondjuk egy képernyős hölgy voltál, egy csinos hölgy, azért úgy meglepődtünk néha, hogy megjelentél Görkorival, de aztán gyorsan átöltöztél, és akkor kicsinosítottad magad, és igen, teljesen átváltoztál. Igen, most már nem görkorizom, ezért meg is kapom néha a dorgálást, mert a gyerekem azóta is gördeszkázik, és kérdezte, hogy hol van a görkorim, és mondtam, hogy hát a Balatonon, és a múltkor ráálltam, és figyelj, nem tudom, hova tűnt az egyensúly érzékem, de alig tudtam megállni rajta, és mondta, hogy figyelj, csak egy kicsit kéne gyakorolni. Mondtam, hogy nem biztos, hogy ezt 50 évesen itt szeretném, de mert féltem magamat most már, mert megtanultam síelni 35 évesen, de azóta azért én eltörtem a vállamat, vagy pont a jobb vállamat. És hogy ez nehezen gyógyult, nagyon nehezen gyógyult, meg nem kellett operálni, de nagyon nehezen gyógyult meg a vállam, úgyhogy mondtam, hogy addig nem volt törve csontom, gyerekkoromban nekem pedig nagyon sok sérülésem volt, de soha nem tört el semmi, úgyhogy mondtam, hogy most már nem hívom ki a sorsot magam ellen, és gördeszkázni sem szeretnék megtanulni, mert ez volt a másik ötlete, hogy de akkor mi lenne, ha? Mondtam, hogy köszi, nem. No, és akkor itt nálunk volt egy Paletta című műsor, egyébként ez most is van még. Tényleg? Igen. De jó. Van ebből egy rövidebb a híradó változat és a magazin, és szerintem ez talán abban az időben is biztos, így volt. Biztos, hogy így volt, mert én dolgoztam, pont erről, ugye áruljuk már el, hogy igazából elvesztünk itt az időben, és fölhívtuk Jónás Sanyit, édes szívem, úgy szerettem őt, mert ő volt az első olyan ember, akivel nekem be kellett ülnöm a stúdióba. És Sanyit most fölhívtuk, hogy mondja már meg, mert pontosan tudtuk mind a kettő, hogy biztos, hogy Sanyi meg tudja mondani, hogy pontosan mikortól meddig dolgoztam én itt. És nekem egy olyan jó emlék egyébként az ő vele való találkozás. Első adásnál valahogy ilyen nagyon fura dolog történt, leesett egy lámpa, ezt nem tudom, hogy te tudod-e. És így megsúrolta a bal vállamat. Tehát nem történt semmi baj, csak valamiért ott elengedte, ki tudja, milyen erők dolgoztak. És ezt talán pont nem érzékelték a nézők, mert pont egy másodperccel, mielőtt én kikerültem de hogy így lehetett látni a rémületet rajtam, és valahogy a Sanyi meg is oldotta itt a dolgot, valamit mondott, átváltott rá a kamera, újra fölkonferált, tehát átadta nekem a szót, hogy mondjam el a kulturális híreket, majdnem rám esett egy lámpa, és ezt meg kellett oldani. De ő profi volt. Ő ugye? Profi volt, és arra emlékszem, hogy ugyanezen adásban farsangi készülődés volt, és tehát én valahogy februárban kezdtem el egyébként dolgozni, mert ugye akkor van a farsangi készülődés, farsangi fánkot sütöttek. Mit mondott? Te biztos nem tudsz farsangi fánkot sütni. Hát mondom, ezt eltaláltad. Nem tudok, pedig a kedvencem, de mondom, nagyon jó palacsintát tudok sütni. Hát ő ezt se hiszi el. Mondtam, hogy na jó van, mondom, megnézem, mikor van Sándor nap, úgyhogy március 18-ára hoztam neki, de akkor úgy döntöttem, hogy akkor nem csak neki, hanem 50 palacsintával érkeztem, és mindenkinek hoztam itt a tévébe, és olyan jó érzés volt, mert mindenki úgy örült, és be akartam bizonyítani, hogy én igenis tudok palacsintát sütni, én életemben nem sütöttem annyi palacsintát. Tehát, hogy ilyen tök jó emlékek vannak. Igen, ez a Paletta, ez nagyon jó volt. Ennek volt kedden és csütörtökön egy-egy ilyen híradóhoz kapcsolódó kis adása, és volt a hosszabb, amikor főleg színházzal, mert azért nagyon erős volt már akkor is a Vörösmarty Színház,
és nagyon jó volt oda bejárni. Nekem ráadásul a másik nagy szerelmet hozta ott, hogy színház, és a színház illata az azért nekem a gyerekkoromat idézte mindig is. Ráadásul itt volt a Matós Gyuri, aki még szintén anyukámnak volt kollégája, úgyhogy nagyon jó volt oda bejárni, és akkor ott faggatni őket, és előadásokat, részleteket, és ajánlani az előadásokat. Úgyhogy igen, az a kedvenc műsor volt a Paletta. Aztán valahogy mégis úgy hozta a sors, hogy visszakerültél az országos vonulatba. Igen, mert hát megkeresett a Hír TV, és akkor azért nehéz volt azt mondani, hogy én akkor maradok, mert valahol megpihentem, és valahol sajnos hiányzik az embernek. Ha egyszer belekóstol a pörgésbe, akkor hiányzik az a pörgés. És picit már úgy azt éreztem, hogy jó, nagyon jó, de szűk nekem a fehérvári közeg, és akkor menjünk vissza a fővárosba. És a gyerek ő akkor volt hetedikes, és teljesen ki volt, hogy már megint új suliba kell mennie. És egy ideig én úgy jártam, hogy itt laktunk, és én jártam minden nap. Tehát most, hogy így lejöttem Pestről, mondom, azért kell egy jó órát azért kell számolni, és így pont arra gondoltam, hogy te jó ég, én minden reggel fölmentem, dolgoztam reggeli műsorba, és utána visszajöttem. És még el kellett menni a jó esetben a gyerekért is. Hetedikes volt, tehát mondom, haza tudott menni, de azért jó szülőként az ember próbált ott lenni a, mit tudom én, milyen délutáni sportfoglalkozása után, hogy akkor mégiscsak itt van anya. Ezek után, hogy egy kicsit így beletapasztaltál így a helyi televíziózásban, mennyire volt más visszakerülni oda a nagyobb volumenű tévébe? Más volt, mert jobban hozzá tudtam szólni azokhoz a dolgokhoz, hogy hogyan készülnek a műsorok. Jobban beleláttam ezeknek a csínyába, bínyába, és jobban is érdekelt, meg hát jobban bele is dumáltam egyébként tényleg. Ettől függetlenül így magával a műsor készítéssel nem kezdtem el nagyon foglalkozni, mert tehát ugye az MTV-ben nekem meglett a szerkesztő, riporter, műsorvezetői képzettségem, tehát ott egy, hát nem is tudom hány évig képeztek minket, de nekem a szerkesztés az valahogy egyébként mindig beledumálok, tehát minden nap elhangzik a szerkesztőmtől, hogy melyikünk a szerkesztő. Te, bocs. Tehát, hogy mindig próbálom, tehát nem az, én nem az az ember vagyok, aki fölolvassa azt, amit megírtak neki, és hogyha nem is úgy gondolom, vagy nem tudok rajta finomítani. Én mindig próbálok rajta finomítani, utána nézek dolgoknak. Tehát, hogy ilyen szempontból talán alaposabb lettem egyébként, mert ez onnan indult. Valószínűleg így az első, bár nekünk a bemondói munkánk is olyan volt, hogy ott aztán nem volt szöveg. Tehát ott nekünk meg volt, hogy 2:40-et kéne akkor beszélni. És akkor persze ott azt kellett, hogy milyen műsorok várnak még a nézőkre, és akkor ott a tartalmat kellett kigyűjteni, de ott is volt már egy ilyen úgymond önálló történet. Csak én azt látom, hogy nagyon sok kollégánk úgy dolgozik, tehát én most név nélkül valakit, pont a Fehérvár TV-nél volt kollégám, kérdeztem, hogy milyen hírek voltak ma. Mit tudom én? És akkor így gondolkodtam, hogy Jézusom, mondom, ő leül, és fölolvassa, és így engedi át magán. És akkor így gondolkoztam, hogy lehet, hogy ő csinálja jól, mert nem biztos, hogy jó, ha igazából megérintik az embert, de én akkor sem tudok ilyen lenni. Tehát, hogy valahol muszáj egy picit, ha nem is azonosulni, de benne lenni. És ha már benne vagy, akkor valószínűleg hülyeséget nem akarsz mondani, hanem akkor inkább utána nézel, ha valamiben egy picit olyan... Nekem nagyon sokszor van úgy, hogy azt érzem, hogy hú, biztos. Például ma volt egy ilyen hírünk, hogy Miskolcon és Mezőkövesden követett el valaki bűncselekményeket, és utána Sopronba, és akkor rákerestem, hogy Miskolc, Mezőkövesd ott van egymás, mert hogy került ő Sopronba? Ja, elkezdett már menekülni, országos körözés volt ellene, és akkor gondoltam, hogy Sopron az már elég messze van Borsod megyétől, úgyhogy, tehát, hogy ezek olyan fura dolgok, de hogy muszáj, én ilyen szempontból alaposabb lettem. És ezt megint csak szerintem az itteni közegnek, vagy az itteni munkának lehet betudni. Ugye a Sanyit már említettük, a Sanyi aztán
mondhatjuk így, hogy utánad ment a Hír TV-be, mert hát ő is ott kötött ki előbb-utóbb, és hát azt tudom, hogy ti ott sokáig dolgoztatok együtt, meg ha jól tudom, akkor rádiót is csináltatok együtt. Igen. Az is egy érdekes időszak volt, mert ugye én soha nem rádióztam, és itt Fehérváron kóstoltunk bele, és hát egy ilyen, hogy mennyire más világ, és mennyire nem tudod használni azokat az eszközöket, amiket adott esetben a tévében, az a kis mosoly, az a nem tudom mi. Persze, rádióban is hallatszik, hogy mosolyog-e a hangod, de hogy mennyivel kevesebb eszközöd van a rádióban, de mennyivel könnyebb, hogy nem kell a frizurát. Sminkben ülni például. Igen. Tehát ilyen szempontból megvan az előnye is. Teljesen más világ a rádiózás, de nagyon jó volt. Az is, minél több mindent próbál ki az ember, ami kapcsolatos a műsorvezetéssel, annál több lesz, és annál jobban tud mozogni adott esetben abban a fő tevékenységében. Tehát én mostanában bármikor, ha hívnak, nagyon szívesen megyek különböző külső műsorvezetésekre is, de mostanában ami rendszeres, az megint a versmondás. És annyira szeretem, mert olyan jó, amikor ugye bent vagyunk a stúdióban, és jó esetben van egy beszélgető partner, én nekem legtöbbször a kamera, annak mondom, és akkor ott jó esetben van egy érdeklődő arc, de hát már amikor hatodszor mondom, mert ugyanazt a hírt, akkor már nem érdeklődő az arc. De olyan jó, amikor látsz csillogó szempárt, amikor van egy azonnali visszajelzés. Szóval, hogy ezek is ilyen, ezekből is lehet építkezni, és akkor ezek is hozzá tudnak tenni a rutinhoz. Azért ne menjünk el amellett a pici tény mellett, hogy 2010-ben megismerted életed párját. Igen. Amit az előbb mondtam, ugye egy picit így visszakapcsolódik az egészségügy, mert ugye ő jelenleg az Onkológiai Intézet főigazgatója. Igen. És hát azt tudom, hogy te is azért a szíveden viseled a betegeknek a lelkét, ahogy az előbb is beszélgettünk erről. Igen, annyira érdekes, mert én anno az egészségügyi szakközépiskolában a barátnőmnek mondtam, hogy nekem egyébként majd egyszer egy orvos lesz a férjem. Mondta, hogy jó, hát nem a nővéreket. Tehát ez nem a Fekete-erdei klinika, azért ki akar ábrándítani. Én mondom, nem baj, nem biztos, hogy itt fogom megismerni, és tényleg ilyen vicces, mert őt is a Hír TV-től kaptam, pont Jónás Sanyi születésnapja volt, ahogy én megismertem őt, és édes szívem, együtt dolgoztunk a híradóban, és mondta, hogy anyagok alatt, amikor tudunk beszélni, nem fog senki eljönni a szülinapomra, mondom. Dehogy nem, Sanyi, mondom, tök sokan szeretnek, biztos, hogy el fognak jönni, sokan. Nem fog senki eljönni. És fölhívtam a Sárfalvi Petit, aki most ugye a helyettes államtitkár úr a sportminisztériumba, hogy Peti, gyere el Sanyi születésnapjára, nagyon szépen kérek, tudom, hogy nem szoktál velünk bulizni, de gyere el. Hát ő biztos, hogy nem, ő nem egy ilyen bulis ember. Háromszor hívtam, mondta, hogy jó, hozhatom a haverom, mondom, hozzad bárkit, mondom, sokakat hozzá. És akkor így keveredett oda az én későbbi férjem, akiről én azt hittem, hogy valami sportoló, mondom, úristen, van, milyen helyes ember, és mondtam Sanyinak, mondom, te, megjött a férjem. Sanyit ismered, röhögött, mondtam, hogy mondom, majd figyeld meg. És akkor utána kérdeztem, hogy mit sportol, mondta, hogy hát ő olyan orvos. És akkor kiderült, hogy onkológus, akkor még a sugárterápiás osztálynak volt az osztályvezető helyettese. És így elindult egy kapcsolat, ami tulajdonképpen pont ma beszélgetünk a barátnőmmel, hogy 17 éve vagyunk együtt, és hogy milyen érzés egy olyan ember mellett lenni, aki ennyi embernek, és a főnöke, és egy ilyen nagy intézményt vezet. És mondtam, hogy én nagyon büszke vagyok rá, de hogy végül is 17 éve együtt vagyunk, és hogy ő mellettem lett ilyen, tehát hogy nem egyik napról a másikra, hanem volt idő valahogy ehhez hozzászokni, meg nekem úgy, persze büszke vagyok rá nagyon, de nem ez alapján szeretem, hanem ott, amikor először bejött, akkor valahogy ez a... Én mindig azt mondtam, hogy nincs ilyen, hogy szerelem első látásra, de van, mert hogy valahogy azt éreztem, hogy nekem úgy megállt az élet, hogy hó, mondom, pedig nem a típusom, tehát hogy egy nem ez a macsó
férfi, egy nagyon helyes ember, de hogy egy ilyen jól szituált helyes ember. És hogy őket úgy annyira, nekem mindig ez a kicsit olyan macsós legyen, kicsit olyan rossz fiús legyen, olyan, azokra mondtam, hogy haj, de helyes, és ő meg olyan konszolidált volt, és ettől függetlenül valahogy megfogott, úgyhogy igen, ehhez is van Sanyinak köze. És akkor közben neked azért jött még egy váltás, mert ugye most már, ha jól gondolom, akkor olyan 5 éve vagy a TV2-nél. Hát úgy volt, hogy ugye a Hír TV-ben 2004 őszétől dolgoztam, és 2011-ben mondtam ott föl, és akkor mentem vissza az anyabölcsőbe, akkor már MTV-nak hívják, és már nem a Szabadságtér, hanem Kunigunda, és 2017-ig voltam ott, és 2017 nyarán telt be ott a pohár, és akkor mondtam, hogy jó, akkor most már elég öreg vagyok, hogy kipróbáljam a kereskedelmi tévét. Rettegtem egyébként. Annyira féltem, hogy biztos, hogy ilyen futószalag, vagy ilyen nem tudom mi, és nagyon vicces volt, mert felvételi, vagy nem felvételi, hanem egy ilyen beszélgetés, ahol aláírtam ugye a szerződésemet, és akkor kérdezték, hogy van-e kisgyerekem? Vagy van-e gyermekem? Mondom, igen, van persze. Hát, hogy mert itt van az óvlak. Mondom, tényleg? És mondom, az mi? Hát, hogy ilyen kisgyerekeknek. Hát, mondom, nem hoznám el, mert mondom, nem biztos, hogy itt jól érezni magát. De hogy van-e a családban gyermek? Mondom, hát a feltételén kerítek. Tehát, hogy olyan fura volt, mert utána úgy belegondoltam, hogy úristen, milyen segítség lett volna nekem 95-ben, amit kérdeztél is, hogy lehetett összeegyeztetni. Tehát például a TV2-ben, annak ellenére, hogy kereskedelmi tévé, és hogy azt mondják, hogy személytelenebb a kereskedelmi tévé, figyelnek arra, hogy akinek kicsi gyereke van, annak van egy hely, ahol tényleg ilyen óvodai körülmények között le lehet őket kicsit tenni, amíg dolgozik az ember. És akkor ennek van ilyen nyári jellegű, persze van nyáron leállás is, de hogy van ilyen nyári tábor jellegű része, és foglalkozások vannak. Úgyhogy jó, abszolút jól érzem magam, és hát egy nagy álom volt. Valaki kérdezte egyszer, egy ilyen természetgyógyásznál voltam, és kérdezte, hogy érzem magam, és mi az a cél, amit én el akarok érni. És körülbelül 3 évvel előtte én ott neki rávágtam, úgyhogy nem is tudom, hogy honnan jött, hogy hát a TV2 Tények című műsorát szeretném vezetni. És hogy ez utána így megvalósult, tehát hogy ilyen nagyon, nagyon fura ez a történet, hogy valahol akkor bent ez volt a tudatom. Igen, igen. Van egyébként olyan része, amivel nehéz azonosulni. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a nézőknek van-e igénye, vagy mit állaljuk feléjük ezt a sok... Ja, én úgy hívom kicsit néha a Tényeket, hogy horrorhíradó. Néha nagyon rosszul érzem magam, hogy amikor kiesik, ma például kiesett a kis zsiráfa végéről, mert ugye picit lassú voltam reggel, 6:25-kor kezdődik az első híradó, és próbálok nagyon értelmesen beszélni, ezáltal lassul ugye a beszéd, és akkor ott a szerkesztő kolléganőm a fülemre, hogy kis zsiráf kiesik, és ez ilyen szíven üt, hogy édes Istenem, hogy azt se tudom elmondani, hogy Chilében megszületett a kis zsiráf, mert utána legalább el tudsz köszönni mosolyogva, de hogy valami külföldi rémhírrel köszöntem el, és az egy picit olyan nehezebb. Mindig várom a kis színest a végén, és megterheli az ember lelkét az a sok szörnyűség. A másik, amikor valaki ezzel támad, akkor meg azt tudom mondani, hogy figyelj, nem én írom, hanem az élet. Igen. Tehát, hogy sajnos ezek történnek a világban, én sem ezekkel szeretek foglalkozni. Viszont neked ehhez, hogy minden nap ilyen szépen néz ki a képernyő előtt, és szépen tudjál beszélni, azért ez korán kell feküdni, és nagyon késő, vagy illetve korán kell feküdni, igen, jól mondtam, és nagyon korán is kell kelni. Hát én tegnap este például 9 órakor kidőltem, tegnap is, meg ma is hajnalos voltam, 3 óra 30-kor szoktam ilyenkor felkelni, és 4:45-kor indulok be. Nem biztos, hogy kellene 3:45-kor nekem bent lenni, vagy 4:40-kor. Én így érzem jól magam. Én vagyok az első, aki megérkezem. De én azt szeretem, hogy én az összes olyan dolgot átírok, az én számra, az én... Tehát ebben van szabadságunk, hogy egy picikét át tudom nem tartalmilag, hanem stilisztikailag írni a kis felkonfjainkat, és valahol, tehát az a tényleg az embernek a legdurvább rémálma, hogy úristen, be kell esni, és akkor...
tehát így nem, nekem muszáj aklimatizálódnom, időt hagyni arra, hogy át tudjak költözni. Megtisztelni a sminkes kolléganőt, a fodrászt, hogy legyen ideje megcsinálni azt, amit ő szeretne. Fél óra alatt készül el a hajam és a sminkem egy időben, de hogy az a fél óra az legyen meg nekik, vagy van, amikor 25 perc alatt, az legyen meg nekik. Ne nekik kelljen várni rám. Tehát, hogy soha. Én várjak inkább rájuk. Én egy ilyen kényelmes ember vagyok, és ez abból, azokból a tapasztalatokból ered, hogy, hogy nagyon frusztrál, amikor valaki sürget engem azért, mert késésben vagyok. Uh-huh. Vagy magamat sürgetem. Tehát inkább kényelmesen. Ezt az életkort említetted az előbb, hogy közel 50 vagy, ami egyáltalán nem látszik rajtad, semmilyen köszönöm. Szinten. Nem is érzem egyébként ennyinek magam. Hogyan tudod magad ilyen szépen konzerválni? Azt mindenképpen említsük meg szerintem, hogy volt egy ilyen életszakaszod, amikor te fitness versenyző is voltál. Igen. Hát ez bámulatos. Beüti az ember a nevedet, és rengeteg olyan gyönyörű képet lát rólad, hogy hihetetlen. Igen, azokat én is nézegetem mostanában, mert hát... Azért a testsúlyom az nem ott tart, ahol akkor tartott, tehát egy ilyen 10 kilót azért 10 kilótól most szeretnék megszabadulni, de most például nem tudtam edzeni, mert sajnos ugye ez a kis vírus, ez engem is picit megterhelt, és még nem engedélyezték, hogy edzek, de nagyon érdekes volt nekem, a gyerekkoromból maradt ki a sport. Tehát, hogy így... Bárhova mentem, én lementem kosarazni, fejbe vágtak a labdával, tehát hogy így mondtam, hogy én ezt nem szeretném. Balettoztam 4 éves koromtól, talán 6 éves koromig, de az csak azért, mert utána kaptam, hát nem fagyit, mert attól fájt a torkom, tejszínhabot tölcsérbe. Tehát én azért mentem a balettra. Valahogy ott végigéltem, nem voltam hajlékony, nem volt sikerélményem, jó, a tütűszoknya tetszett, de néztem, hogy a többiek milyen ügyesek, én meg azt sem tudom, hogy mely a mai napig. Hogyha nekem valaki navigál, akkor azt kérem, hogy figyelj, nekem nem mondd, hogy bal vagy jobb. Erre vagy arra. Nem fogalmam nincs, hogy bal vagy jobb hirtelen. És akkor is ott ugye, tehát voltak ilyen vezényszavak, és én csak így néztem, hogy mit csinálnak a többiek. Valahol a mozgáskultúrám, ez kijött a főiskolán is, hogy nem voltam ott se túlságosan jó ebbe. Nem tudtam megtalálni a sportomat. Víziszonyom volt. Ezért felnőtt koromban megcsináltam egy búvárvizsgát, hogy akkor ez megszűnjön. Meg is szűnt az a fajta víz. Úgy tudok úszni, mindig úgy úsztam, hogy kit görcsöt kapott itt ez a rész, de tényleg fájt. Nem tudom, valahogy nem volt kedvem semmi olyan sporthoz, és aztán eljött egyébként a pont 10 évvel ezelőtti korom, amikor pont 40 éves lettem, én akkor lent voltam MTV-sként Rév Fülöpen a balatoni nyárban, és ott 4 hét alatt 13 kilót híztam. Levittem ruhákat, és nem jöttek rám. És tudom, hogy itt nagyon nagy baj van, nem tudom, mi történt. És aztán hazajöttem, és akkor kezdtem el edzőterembe járni. Hát gondoltam, hogy mivel nincs benne tapasztalatom, ezért tök jó lesz, ha egy személyi edző elmondja, hogy melyik gép mire való. És elmondta, és olyan, abban viszont olyan sikerélményem lett, hogy én lementem augusztus végén, 2012-ben, és 2012 decemberére 13 kilóval voltam kevesebb, teljesen átformálva a testem, soha nem láttam magam úgy, ahogy akkor, hogy jé, a karomnál van izom, meg mindig vékony voltam egyébként 40 éves koromig, de én soha nem voltam izmos, soha nem foglalkoztam úgy a testemmel. Genetikailag van egy nagyon nagy szerencsés, nagyon szerencsés alkat vagyok, de soha nem láttam azt, hogy az izom az tényleg tud izomláz lenni, és akkor az... Hát a testnevelés órák után azért nem volt az embernek izomlázat, tehát nem volt még minden nap testnevelés óra. És akkor annyira rákaptam, hogy jártam minden nap edzeni, és akkor egyszer csak összehozott az élet Kalocsai Krisztiánnal, aki a Hip Hop Boys OJ Duckja, a pici. És nagyon vicces volt, mert valahogy én csak azt láttam, hogy ilyen nagy hanggal van ott az edzőteremben, és én ott csendbe edzek, valamit be is szólt, hogy még sokáig vagyok-e itt ezen a padon, meg egyébként is szabálytalanul csinálom, amit tudom én, mint mondtam, hogy ez ki. Mondták, hogy te nem ismered? Hát ő a Kalocsai Krisztián, ki ő?
mondták, hogy hát a hip-hopos atya a világban, én őket nem szerettem. És Krisztiántól is kérdezték, hogy nem ismered, ő a híradós. És akkor mondtam, hogy na, a két celeb, akkor mit csinál? Hülyéskedtünk, és mondta, hogy gyere el hozzám lábedzésre. És elmentem egy lábedzésre, és akkor utána ő lett az edzőm, és ő készített fel a versenyekre. Tehát én nagyon sokat köszönhetek egyébként neki, aztán elváltak az útjaink, mert volt egy pár olyan dolog, amiben nem értettünk egyet, de ő kétszer két olyan nagy versenyre készített föl, ahol az első versenynél ott nem értem el dobogós helyet, de a Fit Balancon én azért bronzérmes lettem egy nagyon erős csapatba, egy olyan csapatba, ahol nem vagyok biztos benne, és most nagyon finoman fogok fogalmazni, mindenki tisztességesen készült el a versenyre, és mindenféle olyan nem megengedett szereket nem használt volna. Nem tudom, de gyanús, hogy olyan izmokat nem tudunk növeszteni, meg olyan hangot sem. Én tudom, hogy nekem ez a 14 hetes versenydiéta is például a véreredményeimet nagyon rossz irányba befolyásolta, mert ugye iszonyú mennyiségű fehérjét eszel, napi 1 kiló halat, nagyon kevés szénhidrátot, 3 naponta 50 g rizst, mellé kígyóborkát, brokkolit és tojásfehérje rudat, tehát hogy bármikor összeállítok egy versenydiétát, csak én mondtam, hogy én nem szeretném enni, és 6-8 liter vizet ittunk. Uh-huh. Tehát, hogy minden sót ki a testből. De én nem is tudom, hogy tehát ma nem biztos, hogy én ezt túl tudnám élni. Akkor 43 évesen elfogadta ezt a szervezetem. Abban sem vagyok biztos, hogy nem azért borult föl annyira az én anyagcserém, hogy most például nem nagyon reagál arra, hogy jóval kevesebbet eszem, odafigyelek, hogy mit eszem, de ha nem megy le rólam. Szerintem ott azért fölborítottam valamit. Tehát ez nem egy normális állapot. De megcsináltam olyan dolgot, amit soha, egyedül én soha az életben nem értem volna el azt, amit el tudtam érni, hogy tényleg úgy láttam a testemet, ahogy nagyon kevesen. Tehát amikor a hasadon megjelennek az erek, akkor én felhívtam a Krisztiánt, hogy óriási baj van, szerintem be kéne mennem a kórházba, mert ilyen erek vannak a hasamon. Ezt vártuk. Akkor jó. Akkor ez nem valami halálos betegség. Szóval, hogy tényleg a határokat megmozgatni és elmenni a falig. Jó volt, büszke voltam rá. Az egy korszak volt. Nagyon szeretném az egészséges edzést visszahozni, mert az nem az egészségről szól, szerintem, hogyha valaki versenyzik. Semmelyik versenysport nem arról szól. De hogyha bent van a mozgás, mondjuk egy héten háromszor, négyszer, akár ötször, hogyha az embernek olyan az életritmusa, és bírja, és azt a sportot tudja csinálni, amit kedvel is, akkor az jó tud lenni, akkor az segít konzerválni. És hogyan tudtok kikapcsolni? Mert azért te is elég sokat dolgozol, a férjed is elég sokat dolgozik, de úgy látom azért, hogy próbáltok azért némi időt szakítani egymásra. Igen. Én vele tudtam megismerni egy olyan életformát, ami először nekem ilyen, mondom, vitorlázás. Ő gyerekkora óta, 7 éves kora óta vitorlázik, nem nagy hajón, hanem kis hajón. Ez a repülő hollandi hajóosztálya, Flying Dutchman FD hajóosztály, ami áll egy kormányosból, meg egy mancsaftból. Nem egyszerű. Tehát én mancsaftoltam neki mindenféle tudás nélkül. Az ugye végképp nem egyszerű, mert ez a 20-ben a sót kötelet, de az milyen színű, és akkor ettől hülyét kap a kormányos, hogy már régességen meg kellett volna fordulni. Tehát nekem nem világom az, hogy rongyrázunk egy nagy hajón, ahol egyébként simán lehet az ember ilyen súly, és akkor nem kell csinálni semmit. Nem szeretem azt a közeget, viszont Balatonföldvár, ahol ő tanult vitorlázni, az egy ilyen nagyon kis egyszerű klub, a Spartacus Vitorlás Egylet. Ott megállt egy kicsit az idő, tehát hogy ott egy kicsit ilyen 80-as évek világa van, és óriási utánpótlás nevelés van, tehát ott optimisztezni kezdenek a gyerekek, és akkor mindenféle hajóosztályban próbálják őket utána irányítgatni, és hát a férjem, ő ugyanúgy ezt végigcsinálta, és a 470-esből átült fiatal, nagyon fiatalként ebbe az FD-be, és azt mondta, hogy amíg ő tud járni, és van ereje, addig ő ezt akarja csinálni, úgyhogy neki ez óriási kikapcsolódás, de ezáltal jöttek barátok,
engem ott befogadott egy olyan csapat, akik gyerekkoruk óta ismerik egymást, tehát ez eleve egy ilyen nagy tisztelettel adóztam irántuk, hogy úristen, ilyen 40 éves kapcsolatok vannak, meg 45, tehát hogy ilyen egészen elképesztő. És akkor ott töltődünk a leginkább. Megmondom, ez a másik a síelés, ami megint ilyen gyerekkori álom volt, csak anyukám annyira féltett a síeléstől. Semmi mástól. Nem szerette, hogy fára mászom, meg sok mindent nem... Tehát, hogy próbált ilyen nőiesebben, hogy babázzak néha, meg nem tudom, de a síelést nem engedte. Tehát, hogy a nagybátyám vitte a gyerekeit, unokatesóimat Magyarországon belül, és én mindig mondtam, hogy én úgy szeretnék velük elmenni. Nem, mert az nagyon veszélyes. Aztán 34 évesen álltam először sílécen, és akkor ez megmaradt. Tehát megtanultam úgy síelni, hogy most már lejövök bármilyen pályán, óvatosan, mindenféle védőfelszerelésbe, botoros protektorba síelek, a vádörésem óta az a másik, amivel ki lehet kapcsolódni. Meg például nekem az életemben most jött egy olyan dolog, hogy az egyik tényekes műsorból jött a Pest megyei kutatómentőszolgálatnak, lettem a jószolgálati nagykövete. Na velük egy, ő nekik egy ilyen óriási munka van, és iszonyat felelősség. De vannak tréningek, meg van egy hihetetlenül jó csapat, és én velük nagyon-nagyon sokszor ki tudok kapcsolódni. Tehát akkor, amikor most például gyógyultam, beteg voltam, akkor a Honpó Tildi volt, aki följött a két border collie-val és az egy Aussie-val először. Milyen terveid vannak? Most ott vagy a helyeden, ahogy én elnézem, vagy ahogy egy Igen, még egy hallgatom. Történelmi filmnek szeretnék a főszereplője lenni. Ezt még így soha nem mondtam ki, mindig csak azt mondtam, hogy hát, ha nézi egy producer, és hogy én úgy szeretnék forgatni. Igen, nekem ez még kimaradt az életemből. Játszottam szappanoperákba, sorozatokba, mindenfélébe, de én egy történelmi kosztümös filmbe szeretnék főszerepet, vagy karakteres szerepet, tehát hogy nem egy ilyen egy mondatot, hanem egy szerepet. És hogy az még nem valósult meg. Nem tudom miért, de hogy még ez nem. És annyira vicces, mert ott van a filmgyár mellettünk, úgyhogy ott is én ezt el szoktam így lökni, hogy én nekem ez célom. De én azt gondolom, hogy ez majd jön, amikor ott lesz az ideje, ha van helye az életemben. A másik nagy vágy, hogy szeretnék mentőkutyázni, de ahhoz kéne egy kutya, amit egyelőre úgy néz ki, hogy összeegyeztethetetlen a házasságomban. Vagy a kutya, vagy a férjem, ezt mindig végighallgatom. Igaza van, óriási felelősség. Majd meglátjuk, hogy de vannak ilyen, igen, ilyen nagy tervek. Egyébként meg szeretném addig csinálni a tévézést, amíg mondjuk a nézőket nem terhelem ilyen nagyon ráncos látvánnyal, tudod, tehát ez a, hogy tudjam majd időben abba hagyni ezt. Keresem még azt a dolgot, hogy mit tudnék kitalálni onnantól kezdve, hogy tévézés után mi legyen, és engem ami nagyon érdekel, hogy segíteni az embereknek, csak hogy nagyon sokszor leülnek velem úgy beszélgetni, hogy figyelj, hagyd mondjam már el. És igazából csak elmondja, én nem is akarok tanácsot adni, hanem csak úgy rávezetem az ő megoldására. Kérdezek. És akkor ő mondja ki a megoldást. És így mindig azon gondolkozom, hogy valami coach dolgot kéne még tanulnom, amivel van egy papírom, és akkor, de hogy a képesség megvan valószínűleg. Úgyhogy valahol az emberek. Én nagyon szeretem az embereket. Nagyon-nagyon, ha csalódom, akkor nagyon nem rossz indulatú leszek, hanem inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy amíg haragszom, addig nincs baj. Akkor van baj, amikor már nem haragszom, mert akkor én kapcsolatokat tudok megszakítani, de tényleg olyanokat, amik adott esetben családi kötelékek is lehetnek. Ehhez nagyon sokat kell tenni, ez biztos. De alapvetően én mindig azt mondom, hogyha valakiről, jaj, vele vigyázz, ő ilyen, ő olyan, én nekem mindenki egyforma. Engem nem érdekel, hogy kiről mit mondanak. Amíg velem normális, addig én megadom az esélyt neki, hogy hát ha egy rossz napja volt, hát ha rossz periódusát ismerik, rossz aspektusait ismerik.
nézzük meg, hogy milyen ő. Na aztán, hogyha bizonyít, és mondjuk igazolja azt, hogy vele valóban picit vigyázni kell, akkor változik az én dolgom is. De mindenkiben van jó, és akkor ezt próbálom úgy. Jót adsz, akkor megpróbálsz. Tehát, hogy valószínűleg azt kapod vissza. Itt azt kellett megtanulnom, hogy ne a naív mindent odaadok című történet legyen, hanem egy kicsit azért már keményedtem, de alapvetően ilyen szempontból nem változtam, és nagyon figyelek arra, hogy ne keseredjek meg. Annak ellenére, hogy persze, nehéz az élet. És ezt mondom úgy, hogy például 2 évvel ezelőtt, amikor bejött a járvány, akkor én olyan szinten kicsúszott a lábam alól a talaj. Tehát én olyan félelmeim voltak, annyira nem tudtam kezelni, hogy én otthon ültem, és mondtam a férjemnek, hogy figyelj, ki fog halni az emberiség. És mondta, hogy úristen, menjél el orvoshoz, vagy valahol ezt próbáljuk meg kezelni. És mondtam, hogy nem látom a kapaszkodókat, hogy ebből hogy jövünk ki. És aztán valahogy én kijöttem belőle, és akkor, amikor velem ugye nem egyszerű heteim voltak, amikor végül is elkaptam magát a Covidot, akkor meg már nem, egyáltalán nem volt olyan, hogy erős félelmeim. Addigra megtanultam kezelni. Tehát mindent tudunk kezelni, csak vannak olyan váratlan helyzetek, amik adott esetben picit megrúgnak, és aztán utána abból is föl kell állnunk. Minden, ami nem öl meg, attól erősebbek leszünk. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meséltél, és nagyon remélem, hogy nem 22 év múlva fogunk újra itt ülni legközelebb, hanem mondjuk viszonylag rövid időn belül beszámolhatunk ezekről a terveidről, hogy megvalósultak. Jó. Tehát a filmszerepre és a többire is gondolok. De egy fél ígéretet szerintem tehetünk a nézőknek, hogy hamarosan azért csak-csak találkozni tudunk még egy másik műsor keretében is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Szentpéteri Eszter volt a vendégünk. Viszontlátásra!